Hol készült valamelyik, netán valamelyik Fidesz közeli Kft-nek a műhelyében, továbbra is ismeretlen a szerző. Ennek a törvényjavaslatnak még a preambulumát is megváltoztatták, ugye az első előterjesztés, ami május elején ide került hozzánk, az még a nemzeti vagyon ellenőrzésének a hatáskörét adresszálta a számvevőszék számára, aztán kiderült a vitában, meg egyébként is ugye hát sokan fölismerték köztük Dancsó József képviselőtársam, hogy a nemzeti vagyon ellenőrzését nem lehet számvevőszéki hatáskörbe adni, ezért ezt jobban definiálva az állami meg az önkormányzati vagyon tették az ellenőrizendő területekhez, de most sem jó a feladat, hiszen bekerült egy olyan módosító indítvány, ami az egyházi vagyont is ellenőriztetné az állami számvevőszékkel, egészen pontosan az egyháza gazdálkodását, de hát nyilvánvaló, hogy a gazdálkodási jogosítványa vagyonra is kiterjed, mert mi mással gazdálkodna egy szervezet, mint a vagyonával. Tehát nincs szinkronban az egységes javaslat a saját preambulumával sem, nem utolsó sorban pedig azokkal a magasabb rendű jogszabályokkal, a hatályos alkotmánnyal, meg a már elfogadott, önök által elfogadott alaptörvénnyel sem. Tisztelt képviselőtársaim, én konkrétan három kérdést szeretnék itt fölvetni, ami illusztrálja, ha úgy tetszik, bizonyítja azt, hogy ez egy igen gyenge színvonalú próbálkozás, és nem állja ki azt a kritikát, amit egy európai szintű megméretés jelenthetne. Az egyik módosító indítványom az látszólag egy elfejességi problémára hívja fel a figyelmet, vagy egy logikai slamposságra hívja fel a figyelmet, és ennek a kijavításával is azt szeretném illusztrálni, hogy mennyire nem figyeltek oda, vagy mennyire nem értették a törvényjavaslat készítői a feladat megoldását. Ugye azt mondja az egységes javaslat egyes paragrafusa, hogy az állami számvevőszék az országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Kérem tisztelettel, az országgyűlésnek egy, azaz egy pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve van, ez az állami számvevőszék. Az, hogy legfőbb, az értelmetlen. A legfőbb akkor lehetne, ha lenne még kettő, három vagy valamennyi. Legfőbb ellenőrző szerve nem az országgyűlésnek van, hanem az államnak. Tehát ez egy olyan slamposság, aminek a jelzésével szeretnék utalni arra, hogy mennyi mindenféle hiba és gyengeség jellemzi ezt a törvényjavaslatot. A másik észrevételem vagy javaslatom talán ennél izgalmasabb, már utaltam rá, hogy az egységes javaslat az egyházak gazdálkodásának a számvevőszéki ellenőrzését is kilátásba helyezi, leszűkítve ugyan a törvényességi ellenőrzésre, de ez nem oldja meg azt a problémát, ami abból fakad, hogy ugye az alkotmány szerint és a magyar tradíciók szerint is az állam és az egyház külön váltan működik. Az egy külön kérdés, hogy az állam az egyháznak normatív juttatásokat ad a költségvetésből, hozzáteszem, ezt nem tekintem támogatásnak közgazdasági szempontból, ez hozzájárulás olyan közfeladatoknak az elvégzéséhez, amelyek a társadalom egészen érdekében vannak ellátva, oktatás, múzeumok fenntartása, levéltárok fenntartása, és így tovább. Ezek közérdekű feladatok, fontos, értékteremtő feladatok, ezért az állam hozzájárul ahhoz, hogy az egyház ezeket elvégezhesse, de ez nem jogosítja föl arra az államot és a számvevőszéket sem, mint az országgyűlés ellenőrző szervét, hogy ezeknek a normatív juttatásoknak a felhasználását ellenőrizhesse. Egyetlen dolgot ellenőrizhet, és az eddigi gyakorlat alapján nem is tett mást a számvevőszék, ellenőrzi a kormány oldalon, a kincstár oldalán azt, hogy a parlament által megszavazott normatív juttatásoknak a folyósítása, kiutalása az egyházak számára megtörtént-e. Az, hogy ennek a felhasználása miként történik, az nem tekinthető állami feladatnak, számvevőszéki feladatnak. Tehát ez szintén egy olyan gyengesége a javaslatnak, ami alkotmányos szempontból vitatható, vitatandó, és a
a parlamenti eufémizmussal jelezve koherencia zavart jelent. Ezt még mindenki lehetne, ki kellene venni. Azt a parttalan ellenőrzési hatáskört, amit a törvényjavaslat a számvevőszék elnöke kezébe ad, az példa nélküli, hiszen azt is meg kell említeni, hogy a törvényjavaslat bizonyos szempontból nincs szinkronban az alaptörvénnyel sem. Az alaptörvény nagyobb, szélesebb spektrumot fogalmaz meg azzal, hogy a nemzeti vagyon egészét ellenőrizheti az állami számvevőszék. Ezt a törvényjavaslat, mint jeleztem, az egységes javaslat leszűkíti az állami és az önkormányzati vagyonra, illetve most kiegészíti az egyházi vagyonnal, ami miatt meg a preambulumával nincs szinkronban. Ez egy teljesen parttalan hatáskör, és erre tulajdonképpen az európai számvevőszékek gyakorlatából nem nagyon lehet példát találni. Végül a harmadik probléma, ami talán a legnagyobb és leginkább mutatja, hogy mennyire végiggondolatlan volt ennek az improvizált törvényjavaslatnak a megkomponálása, az az, hogy a vezetési modelljét is itt a fináléban igyekszik a helyére tenni a törvényjavaslat tevője, amennyiben a számvevőszék de facto létező alelnökét, aki jelen van a teremben, ugye nem tud vele mit kezdeni, a jövőre vonatkozólag a számvevőszék elnökének a hatáskörébe adja az alelnök kinevezését, ami tulajdonképpen rendben is lenne. Más kérdés, hogy az alaptörvény nem beszél, semmit sem mond az alelnökről, a javaslat első számú változatában választott alelnökről van szó, most a fináléban valaki kitalálta, hogy nem jó, mert az alelnök munkáltatói jogait is az elnök kezébe kell adni. Kérem szépen, van olyan számvevőszék Európában, ahol a főszámvevő jogköre az alelnöknek vagy a helyettesének a kinevezése, például Angliában. Csak Angliában teszik tudni, olyan szakmai kontroll és társadalmi kontroll van a számvevőszék tevékenységé fölött, ami Magyarországon teljes mértékben hiányzik. Két speciális parlamenti bizottság és egy civil kontroll, amelyik megítéli, hogy a szakmai tevékenység milyen színvonalú. A magyar számvevőszék ugye fog kapni minden évben legalább 7 milliárd forintos támogatást, de kevesebbet nem kaphat. Önök azt javasolják, hogy esik, fúj, teljesen mindegy, GDP csökkenhet, világválság kitörhetne, hogy Isten. A számvevőszék akkor is megkapja legalább azt a költségvetési támogatást, amit a korábbi évben kapott, de hogy mit ad ezért, arról egy szó nincs. Itt a cséfalvai államtitkár úr itt emlegette ugye a hozzáadott értéket, a value for money. Hát mi jön ebből a 7 milliárd forintból ki? Mi az a számítható haszon, vagy többlet hozadék érték, ami ebből kijön? Kérem, a számvevőszék elnökének olyan korlátlan hatáskört biztosít ez a törvény, ha önök ezt megszavazzák, ami egészen különleges, szinte a feudális világba viszi vissza ezt a szervezetet. Hát gyakorlatilag semmiféle kontroll nincs. Ha az alelnököt a parlament választja a jövőre vonatkozóan is, akkor az alelnöknek annyi kontroll lehetősége van, mondom ezt a saját tapasztalataimból, hogy miután az alelnököt a parlament választja, az elnök nem rendelkezik fölötte, munkáltató jogai nincsenek, tehát adott esetben az alelnök az elnökkel szemben föléphet, szakmai vitákat folytathat, és egyéb konfliktusokat is vállalhat. A mostani helyzetben ez nem garantálható. Tisztelt képviselőtársaim, ez olyan mértékű, korlátlan felhatalmazást jelent az állami számvevőszék elnöke számára, hogyha már a feudális példát említettem, ez a jus primae noctis-nek a jogosítványát is ide idézi a gondolataimba, vagy a pallós jogot, a szónak a szinte a hiszen mindent megtehet, foglalkoztat annyi embert, ahányat akar, annyi pénzzel, amennyiért akar, olyan gyakorisággal vizsgáltat, amilyen gyakorisággal akar, annyi ellenőrzést végez, amennyit akar, olyan módszereket választ, amilyeneket akar. Tehát az, hogy mennyit dolgozik, hogyan ellenőriz, mit tesz le az asztalra, az mind-mind a számvevőszék elnökének a hatáskörében van. Semmiféle teljesítmény követelmény számára a törvényjavaslat tevője nem hajlandó tulajdonképpen előírni. Ezért aztán, tisztelt képviselőtársaim, ha önök ezt a törvényjavaslatot elfogadják és megalkotják, akkor én azt mondom, hogy meg fogják önök alkotni az Európai Unió leggyengébb számvevőszéki törvényét. Lehet, hogy még mindig nem késő
elgondolkozni azon, hogy ne szégyenkezzünk egy ilyen törvényjavaslaton, vagy ha mégis elfogadják, kérem, ne fordítsák le semmilyen nyelvre. Szerencsére a magyar nyelv olyan, hogy kevesen értik. Ne fordítsák le, majd kimagyarázzuk, hogy valahogy, hogy mi van benne. Én nekem lesz rá lehetőségem, mert engem meg szoktak kérdezni, hogy hogy megy a számvevőszék jelentőzés nálatok. Tehát maradjon meg ékes magyar nyelven, és akkor el lehet azokat a hibákat is, hát csendben egymás között elviseljük. Ilyen szinten tudunk alkotni, így törvénykeznek önök. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Következő felszólaló Göndör István képviselő úr az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Legelőször én is az ajánlás egyes pontjához, ami Nyikos képviselő úr nevéhez kötődik. Azt gondolom, hogy itt a záróvitában tényleg kell újra beszélnünk arról, hogy miközben a legfőbbnek nevezett pénzügyi gazdaság ellenőrző szervezet eközben a törvényjavaslat általános és részletes vitájánál elmondtuk, számos esetben még csak be sem mutat, még csak tájékoztatást sem ad, sem az országgyűlés gazdasági vagy költségvetési és számvevőszéki bizottsága számára. De mondom ennél sokkal keményebbet, miközben a miniszterelnök úr azt mondta néhány nappal ezelőtt, hogy az államadósság az egyik legnagyobb ellenség, akivel háborúban állunk, akit le kell győzni, eközben ebbe a törvényjavaslatba és ebbe a törvénybe nem került be a költségvetés hitelfelvételének az ellenjegyzése. És előre elnézést kérek elnök úrtól, nyilván az elnök úr sem tudta még az elején, hogy a zárószavazáshoz módosítót fog benyújtani, tehát az elején nem volt meg a lehetősége a háznak, hogy az ülés vezető elnököt felmentse a vitában való részvétel alól. Én tisztelettel azt kérném az Alkotmányi Bizottság elnökétől és Semjén Zsolt képviselő úrtól, legyenek már olyan kedvesek, most olvassák el az általuk benyújtott zárószavazáshoz a hármas számú ajánlási pontban szereplő a T/3109/83-as számú indítványt. Vagy megállok és tartok addig szünetet, vagy amíg beszélek, megvan a lehetőségük. Szóval képviselő urak, annélkül, hogy elolvasnák, azt mondanám, hogy ez a mondat, ez a bővített mondat egyszerűen értelmetlen. Tehát az, amit Schmidt Pál köztársasági elnök úr néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy a magyar nyelv bajban van, ez itt teljesen igaz. Ezt így nem lehet kihirdetni. Csak nekem az a gondom, hogy ha valaki a mai zárószavazás után észreveszi ezt, hogy ez értelmetlen mondat, értelmetlen bekezdés, akkor mit fog kihagyni? Nem mindegy. Mert ha az egyházak gazdálkodását hagyja ki, akkor is más értelme van, vagy ha bent marad a gazdálkodás, de azt mondja, hogy az egyházak részére nyújtott további normatív támogatást, megint más értelme van. Tehát én tisztelettel azt javasolnám Balsai elnök úrnak, vagy Lázár frakcióvezető úrnak, hogy kérjenek egy rövid tárgyalási szünetet, és az Alkotmányügyi Bizottság javítsa ki ezt a bekezdést, mert ez így tényleg értelmetlen. Tehát egyszerűen ezt, ami az egész törvényjavaslatra igaz volt, hogy egy slendrián módon összeállított javaslat, most ezt még megtetézzük egy olyan bekezdéssel, ami egyszerűen a magyar nyelv szerint értelmezhetetlen. Kell, hogy beszéljünk arról, képviselőtársaim, ami kimaradt ebből a törvényjavaslatból, és én vártam, hogy az zárószavazásnál megpróbálja az Alkotmányügyi Bizottság azt a problémát feloldani, ami az első és szimbolikus sarkalatos törvény és az alaptörvény között van. Szeretném az Alkotmányügyi Bizottság elnökének figyelmébe ajánlani az alaptörvény 43. cikkét, amely azt mondja, hogy az államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését. Ezzel szemben
a most kezünkben lévő, az ülésvezető elnök által is hivatkozott TPER 3190-81-es számú egységes javaslatban az első paragrafus harmadik bekezdésében a következő szöveg áll. Az állami számvevőszék általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését. Ez a két fogalom a közgazdaságtanban, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban sem ugyanaz, csak a dologgal egy baj van. Miközben a sarkalatos törvény egy tágabb keretet határoz meg, az alaptörvény, ezt önök, mint kormánypárti képviselők egy sarkalatos törvényben szűkítik. A hibát nyilván az alaptörvényben követték el, amikor nagyon pongyolán fogalmazták meg az állami számvevőszék feladatát. Tehát lehet, hogy később azt fogják kijavítani, de ez most nem derül ki. Célszerű lett volna, ha már egyszer összefüggési zavarokat, kiküszöbölő indítványokat tesznek, talán hetedik pontként ide tenni, hogy az alaptörvény, ami még nem lépett hatályba, annak a 43. cikkét szintén csak a nemzetközileg elfogadott közgazdasági kategóriák szerint határozzák meg. Tisztelt képviselőtársaim! A szocialista frakció az ajánlás egyes pontját, és ha a hármast úgy javítják ki, mely szerint a egyházak gazdálkodására és továbbá az általuk fenntartott intézmények és szervezetek részére jutatott forrásról szól, akkor a hármas pontot is tudnánk támogatni. Az ötös, hatos pontot nem ismétlem meg, amit Nyikos képviselő úr elmondott, ez csupán rávilágít arra a hibára, ami egy tényleg kapkodó hebehúrgya jogalkotásnak a hibáját próbálja meg kiküszöbölni. Tehát a szocialista frakció a zárószavazásnál nemmel fog szavazni. Éppen azért, mert az alaptörvénnyel ellentmondásos, sarkalatos törvényt mi nem fogadunk el. Nem tudjuk elfogadni az önök által beterjesztett pofátlan végkielégítésekre vonatkozó törvénynek az olyan módon való kijátszását, ami ebbe a törvénybe belekerült, és benne van az egységes javaslatban is, és nem tudjuk elfogadni továbbra se, hogy a költségvetés hitelfelvételeit az állami számvevőszék ne ellenjegyezze. Tehát ezért ezt mi nem tudjuk elfogadni, de még egyszer kérem, hogy még a kihirdetés előtt egy nagyon rövid szünettel próbálják meg kijavítani a hármas ajánlási pontban lévő hibát, mert ezt már mi itt nem tehetjük meg. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt képviselőtársaim! Szeretnék tájékoztatásként két gondolatról is beszélni, amelyik azt hiszem a későbbiekben a vitát már másfajta mederbe fogja terelni. Sajnálatos módon a TPER 3190-89-es ajánlásnak pontosan ez a hármas számú módosító javaslata az ajánlásban tévesen szerepel. Ha valaki előtt ott van, az láthatja. A C pont az úgy hangzik, csak felolvasom, az egyházak részére, továbbá az általuk fenntartott, illetve működtetett intézmények és szervezetek részére az államháztartásból jutatott normatív és meghatározott célra biztosított támogatás felhasználását vesző, valamint. Tehát, amit Göndör képviselő is említett, ez így van, ezért nem is az ajánlási pont szerint fogom majd föltenni szavazásra, hanem az íromány szerint, mert az íromány az pontos, az így történt, tehát csak az ajánlásnak a szerkesztését kellett volna pontosítani. A másik, nem értettem képviselő úrnak azt a mondatát, hogy zárószavazás előtti módosítót ad be, hiszen zárószavazás előtti módosítót egy órával az ülés megkezdése előttig lehet csak beadni. Most pedig ügyrendben Ruvoszki György képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Elnök úr most ismertette azt a problémát, amit én jelezni szerettem volna. Észrevettük már szavazás megkezdése előtt ezt a hibát, és akkor felhívtam az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy történt ez az elírás. Ők azt mondták, hogy az
ajánlást már nem áll módjukban kijavítani, de ígéretet tettek arra, hogy jegyzői bejelentésként el fogják mondani, hogy ez az elírás, ez az előterjesztett módosító indítványtól eltérően történt. Tehát tisztelettel azt kérem, hogy ennek megfelelően az íromány szerint szavazzon a ház, és ne az a ajánlás szerint, amit tévesen írtak meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Göndör István képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én pont ezért beszéltem erről, mert képviselőként senkinek nem volt lehetősége már ehhez módosító indítványt benyújtani, ahhoz viszont egészen látóki képesség kellett volna, hogy valaki rájöjjön arra, hogy sem én és Latorcai képviselőrök egy ilyen módosító indítványt benyújtanak, és én erre céloztam, hogy elnök úr nem tud részt venni a vitában, mivel ülést vezet, de az, amit most Rubovszky képviselő úr elmondott, szóval ez viszont része annak a fantasztikus átverésnek, aminek már számtalanszor voltunk részesei, mert így ezzel a egyszerű kis elírási trükkel gyönyörűen kikerül a rendszerből az egyházak gazdálkodásának ellenőrzése. Köszönöm szépen! Két perces hozzászólásra Rubovszky György képviselő úrnak adok szót a Kereszténydemokrata Néppárt képviselő csoportjából. Tisztelt képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, én azért ezt a megállapítást szeretném visszautasítani, mert azért arról szó nincs. Ennek a szabálynak az alkalmazásával az egyházak valamennyi közpénzt, amit kaptak, azt a hitéleti tevékenységen kívül, tehát az összes címzett és céltámogatást és az összes úgynevezett pántlikázott pénzt, normatív pénzt, azt mind ellenőrzése alá vonja az állami számvevőszék. Tehát az nem igaz, hogy az egyházak gazdálkodása az nem kerül a számvevőszék célkeresztjébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Vágó Gábor képviselő úr következik az LMP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Az előbbi purpárlés világosan rávilágít arra, hogy ez a törvény nem kellőképpen van előkészítve. Ha már az ajánlási pontok sem stimmelnek, ha már azt az érdemi társadalmi vitát is megspórolják, akkor mi lesz itt a folyamatosan a sarkalatos törvények dömpingével? Most elindul majd ez a folyamat, aminek ez az első ÁSZ-törvény egy ékes példája, előkészítetlen, saját módosítókkal szétbombázott, az ellenzéki módosítók elől minden ajtót becsukó módon megy végbe a sarkalatos törvényeknek a meghozása. Ez látszik abból, hogy a Fidesznek ez a törvénygyára, ez a törvényhengere nem a minőségi jogalkotás felé vezet minket. De hogy az érdemi tartalmi részre is rávilágítsak. Az LMP azt szeretné, hogy az ÁSZ a korrupció elleni küzdelem egyik fő központja legyen. Ehhez képest még inkább elvontak jogköröket az ÁSZ-tól, mint hogy többet adtak volna neki. Hol marad az a lehetőség, hogy az ÁSZ kőkeményen oda tudjon csapni, hogyha ilyen problémák vannak? És az is eléggé visszatetsző, hogy maga az ÁSZ-nek a szervezete be van betonozva. Sőt, arra is lehetőség van, hogy ez eddig is hosszú időtartamra választott vezetők mostán utána duplázhatnak is, nincsen benne egy olyan korlát, ami pont a függetlenséget tudná garantálni, hogy ne lehessen újráznia az elnököknek. Az elnök, alelnök viszonyával kapcsolatos problémákat már Nyikos képviselőtársunk azt fölhozta, de ez igazából a legkevesebb probléma ezzel a törvénnyel. A fenntartatósági szempontok vizsgálata is teljes mértékben kimarad, és az LMP, mint egy zöld párt, nem tud elfogadni egy olyan törvényjavaslatot, ahol a közpénzek felhasználásánál a zöld fenntartatósági szempontokat a legfőbb ellenőrző szervnek, az ÁSZ-nak nem kell vizsgálnia. És nagyon-nagyon sok olyan módosító javaslatot adtunk be, amely arra vonatkozna, hogy az állami számvevőszéknek az elnöke is általa képviselve az egész számvevőszék igenis vegyen részt a törvényhozási munkában, ha a közpénzügyekkel, korrupcióval, vagy egyéb olyan közpénzekből finanszírozott
feladatok törvényi hátteréről van a vitában szó, akkor az ÁSZ-nak igenis nem csak kívülről, hanem belülről a jogalkotási folyamat során is joga és kötelessége kellene, hogy legyen, hogy megfogalmazza az álláspontját. Hiszen ők azok, így, hogy a költségvetési tanácsot önök beszántották, ők azok az egyetlen olyan állami pénzből finanszírozott, nagy apparátussal rendelkező intézmény, amely valóban utána tud számolni a dolgoknak, és a kormányzattól függetlenül tudna számításokat elvégezni. De mint már oly sokszor láttuk, a Fidesz törvénykezési gyárát a számok nem érdeklik, így hát a törvénykezési folyamatból is kimarad az ÁSZ-nak a részvétele. Nagyon sajnáljuk, hogy egy ilyen módon ment végbe ennek az első sarkalatos törvénynek a vitája, és csupán abban tudunk reménykedni, hogy a következő sarkalatos törvények egyrészt sokkal jobban elő lesznek készítve, sokkal több társadalmi részvétel lesz benne, és nem utolsó sorban sokkal több szakmaiság. Köszönjük a szót! Ügyrendben Tóbiás József képviselő úr, frakcióvezető helyettes, két szót. Parancsoljon, képviselő! Köszönöm a szót, elnök úr! Az az igazság, hogy körbe kérdeztük itt a kollégákat, 20 éve nem nagyon volt példa, hogy nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy ajánlás vagy íromány szám szerint fogunk, a módosító szerint fogunk szavazni. Én azt szeretném megkérdezni, inkább nem is ügyrendi, hanem kérdés az elnökről, hogy a bizottságokban ajánlási szám szerint szavaztak a képviselők az adott módosító, vagy íromány szám szerint szavaztak a képviselők. Ezt melyiket szavaztak a bizottságokban? Mert tehát ugye ebből adódóan nem biztos, hogy ugyanarról a módosítóról beszélünk az ajánlás szerint, mint amikor a módosítóról szavaztak a bizottságokban. Hát, ez egyszerűen, elnézést kérek önöktől, segíteni szeretnék, csak ugye azt önök is érzik, hogy úgy nehéz, hogy a tartalmát kellene itt most megvitatni, miközben az eljárásban van a probléma. Na ne haragudjon, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, hogy az ön sem gondolja, hogy majd felolvasnak egy szöveget, és azt szerint itt fogunk szavazgatni, akkor hagyjuk az egész, mert ez egy bohózattá kezd válni, egy komoly ügy. Ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint amikor egy koherenciának tűnő módosítóval a gázár kompenzációt csempészték be a képviselő javadalmazásokba, és aztán megint itt ült a ház, hogy kitalálja, hogy akkor most miről is szól a módosító. Értsék meg, van egy házszabály, vagy írják át, és döntsék el, hogy milyen legyen, tőlem az is lehet, hogy felolvassa az elnök úr mindig a módosító. Maga, és akkor szavaz a nagy tiszteletű ház, de addig, amíg nem ez van, addig legyenek szívesek figyelni arra, hogy a házszabály szerint járjanak el. Ezért kérdezem, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető helyettes úr. Megadom a szót Rogán Antal képviselő úrnak, bizottsági elnök úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Ugyan nem tudom, hogy Tóbiás képviselő úr előbbi hozzászólásában mi volt az ügyrendi javaslat, de tekintettel arra, hogy ügyrendileg hozzá lehet szólni az ügyrendi vitához, a nem létező ügyrendi javaslathoz kívánok hozzászólni, és tisztelettel szeretném jelezni, hogy a következő a helyzet, ugye a parlamentnek két bizottsága foglalt ma állást ezekről a módosítókról, elsőként a gazdasági bizottság, mint benyújtó, amelyik írományszámok szerint az ott fekvő módosító javaslatokról szavazott, ugyanis akkor még nem létezett ajánlás. A másik pedig az alkotmányügyi bizottság volt, amelyik a számára elkészített ajánlás alapján szavazott, ahol a házapparátusa hibázott az ajánlás elkészítése alapján. Tehát ebből az következik, hogy egyébként az előterjesztő, a gazdasági bizottság helyesen az írományszámok alapján buksolt, ott minden frakció képviselője jelen volt, és kivétel nélkül láthatták, kivéve az LMP-t, láthatták, hogy egyébként a szóban forgó módosító indítványok szövege egészen pontosan úgy hangzik, tehát az előterjesztő helyesen a módosító indítványok alapján foglalt állást a gazdasági bizottság ülésén. Köszönöm szépen, két perces hozzászólásra Kovács Tibor képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr. Nem állja meg a helyét az, amit ön elmondott. Tudja nagyon jól, hogy a gazdasági bizottság ugyanúgy, mint minden más ilyen esetben, az ajánlás pontjai alapján szavaz a bizottságban. Tehát nem írományszám, hanem ajánlási pont szerint szavazunk. Eszerint szavaztunk a bizottságban, az volt az írásos javaslatban, amit itt elhangzott. Sajnos azt kell mondjam, hogy e tekintetben nem felel meg a valóságnak, amit elnök úr elmondott. Köszönöm szépen.
Megadom a szót Rogán Antal képviselő úrnak, bizottsági elnök úrnak. Köszönöm, parancsoljon. Szépen. Tisztelettel szeretném felhívni Kovács képviselő úr figyelmét arra, hogy olyan kellemesen elunatkozhat a bizottsági ülésen ott az ülésterem szélén. Mégiscsak az én felelősségem az ülés vezetése. 12 óra 01 perckor foglalt állást a gazdasági bizottság a benyújtott módosítókról. 12 óra